Sziasztok, üdvözlök újra mindenkit, ez itt a The Walking Hun, és a mai videóban inkább csak én külön videót fogok ma csinálni, mert észrevettem egy dolgot, amit eddig még nem vettem észre, de most feltűnt, és nagyon elgondolkodtatott. Ez most egy kicsit rövidebb videó lesz, de remélem ti is el fogtok ezen gondolkozni, és legalább ha már annyit elérek, hogy egy kicsit felnyissátok a szemeteket, és egy kicsit ti is ezen elgondolkozzatok, akkor már megérte ezt a videót megcsinálni. Szóval, arról van szó, hogy ugye Negant én bárhol kerestem, nem láttam. Azon kívül, hogy mondja, hogy Sweet Home ugye a trailerekben, de sehol sem láttam ugye Negant a trailerben. Pedig azért egy elég olyan karakter, akit azért általában mutogatnak azért a Walking Deadbe az előzetesekben. Hát most a francokat kerestem, de sehol nem találtam. De viszont egy olyan videót találtam helyette, ami már nagyon rég kint van egyébként az AMC-nek a csatornáján, illetve az AMC már nagyon rég kidobta, de ez a dolog nekem csak most tűnt fel. Szóval ugye van ez a promó videó az AMC-n, ahol ugye mennek a suttogók a zombikkal, vagy nem tudom, lehet van köztük zombi is, de nem az a lényeg, hanem a lényeg az, ami most fog történni, hogy ez a suttogó ugye hátra néz. És hogy így hátra nézett, így belém ütött valami, mi van, ha ez Negant? Tehát, hogy nézzétek már az arcát, basszus. Tehát, hogy figyeljétek a szemét, meg hogy így rátok néz, nekem egyből beütött, hogy ez Negant, mert annyira a szeme úgy néz ki, illetve a szája, meg ahogy így néz, meg főleg az elején, ahogy megy, és még ugye a testalkata is úgy néz ki, és tudom, jönnek most azok a fanatikus emberek, akik azt mondják, hát de a képregényben nem így van, mert ő betával fog majd harcolni, és ő nem fog suttogó lenni, ő nem öltözik be suttogók, és sose húzna zombibőrt az arcára. Na most, ugye már az tény, hogy az a jelenet, az Derillel lesz, tehát az, hogy ugye beta harcol majd Negant-nel idézőjelesen, Negant egyenlő Daryl, tehát az itt most Daryl lett. És ugye ha belegondolunk abba, hogy Negant megszökött, aztán rájött, hogy ő neki már senkien nincs, a csapata meghalt, zombi lett az összes, nincs mit vesztenie gyakorlatilag. Tehát én azért gondolom, hogy beáll majd a suttogók mellé, és ez az ember, aki itt néz minket, az ő. Ráadásul a legnagyobb bizonyíték az egyik a sok közül, majd még mutatok, hogy ez tényleg Negant, azon kívül, hogy rohadtul hasonlít rá is, ahogy néz, az teljesen Negant, főleg a szeme. Ugye Negant valamilyen formában eddig minden előzetesben láthattuk, ha visszanézzük a 7. évad előzetesét benne volt. Ha visszanézzük a 8. évad előzetesét, abba is benne volt. Ha visszanézzük a 9. évad előzetesét, abba is benne volt az A részbe, ez ugye a B, tehát a második fél évad. Viszont én itt azon kívül, ami az előző részben történt, ugye, hogy Sweet Home, meg meglátogatta a Sanctuary-t, aztán látta, hogy hát gyakorlatilag vége, tönkrement az ő kis világa. Hát gyakorlatilag az az egy volt, az az egy jelenet volt vele, ami benne volt az előzetesben. De ha még mindig nem hiszitek el, hogy ez talán tényleg Negant lehet, akkor van még egy-két bizonyítékom. Nézzétek meg a két szemet. Nézzétek meg Negant szemét is, illetve ennek a suttogónak a szemét is. Full ugyanaz. Tehát, hogy belenézel a Negant szemébe, aztán meg a suttogó szemébe, mintha Negant látnád. Tehát nézzétek meg. Nem legalábbis furra úgy néz ki. Meg ahogy így hunyorít, és így néz, így behunyorítja a szemét, és így néz. Tehát full Negant. De nézzétek rá, tehát nézzetek rá a szemre, nem? De most csak én látom félre, vagy de én Negant látom. Tehát ezekben a szemekben, már régóta nézem a sorozatot, én Negant látom. Illetve az egy másik bizonyíték, hogy a cipője az full ugyanúgy néz ki. Tehát nézzétek meg a kettőt, tehát ez az egyik oldalon a 8. évadból ugye Negantnek a cipője. A másik oldalon pedig full ugyanaz a cipő. Tehát nézzétek a suttogónak a cipőjét. Jó, igaz, egy cipő semmit nem bizonyít, de azért elég furcsa, különös egybeesés, hogy Negantnek is ugyanilyen a cipője, meg ennek a suttogónak is. Illetve ha belegondolunk abba, hogy ugye nem Negant fog verekedni, tehát az a jelenet az Daryllel lesz, nem Negant fog verekedni betával. Tehát ezek után szerintem 100%-ra el tudom képzelni, hogy Negant a sorozatban teljesen más sorsra jut, és beáll a suttogók mellé, és ő is alfa szolgája lesz. De hát úgyis ki fog derülni. De hát ne így legyen. Én nem szeretném, hogy Negant suttogó legyen, de egyébként nagyon bedesz lenne, és rohadt jó lenne. Na mindegy, ez a videó csak ennyi lett volna, ez csak ilyen kis észrevétel, egy kis teória volt, egy kis boncolgatás. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek erről kommentben. Ne felejtsetek el feliratkozni, illetve lájkolni a videót. Köszönöm, hogy megnéztétek. Szép hetet. Sziasztok.